Takarítani sajnos nem tudok. A kályhát azt le tudom takarítani, elmosogatok magam után. Segítség kellene. Amikor így járjuk a lépcsőházakat, nagyon sok olyan személyt látunk, akik olyan körülmények közt tengetik az életüket, ami nagyon szomorú látvány. Ilyen volt, ilyen lett. Mindezt egy csapat lelkes fiatal végezte el. Majdnem 40 munkaórát töltöttek azzal, hogy patyolattisztává varázsolják egy idős hölgy belvárosi garzon lakását. Ingyen és bérmentve. A takarító kommandó most Kistacsára érkezik Erzsi nénihez. Jöttünk akkor segíteni. Jó, jöjjenek be. Erzsi néni 72 éves. Több mint 20 éve él ebben a lakásban. De jobban van? Hallottuk, hogy a igen, kórházból tetszett jönni. Igen. Hát, sokat járok oda, mert minden bajom van. Erzsi néni korábban bölcsődei gondozónőként dolgozott, onnan ment nyugdíjba, mert leszázalékolták. Ma már csak nehezen tudja ellátni önmagát. Nem tudok porszívódni se, nincsen, nem tudok állni. Hát igen, gondolom. Megcsinálunk mindent, egy komplet nagy takarítást, hát azért jöttünk. Miközben előkerülnek a takarítóeszközök, a porszívó, rongyok, vegyszerek, és a gondos kezek elkezdik a munkát, Erzsi néni tovább mesél. Két felnőtt fia van. Évtizedekkel korábban japán jenben vettek fel több millió forintnyi hitelt. Bár már több mint a dupláját visszafizették, a bank még mindig sokat követel. A fiai ezért külföldre mentek dolgozni, csak ritkán tudnak hazajönni meglátogatni az édesanyjukat. Erzsi néni nyugdíjának a felét pedig még mindig vonják a tartozás miatt. 80 ezer forintot tetszik készhez kapni. Igen. Abból élek. Hogy lehet kijönni 80 ezer forintot? Sehogy. Hát éppen, hogy csak kajára elé. Ha a fiam nem segítene, a fiaim nem segítenének, akkor nekem fölkopna az állam. Erzsi néni már évekkel ezelőtt a családsegítőhöz fordult, de azt mondja, érdemi segítséget nem kapott. Gondozó kijött, igen, és azt mondta, hogy csak az én területemet rendbe teszi. Dehogy teszi rendbe. Csak a napi olyan, hogy mit tudom én, fölporszívóz, elmosogat, és akkor fizetni kellett neki naponta, nem is tudom mennyit. Ez alatt Gábor, Réka, Miki és Petra eltüntetik a port a szekrény tetejéről és minden más rejtett zugból. Ablakot mosnak, sikálják, kaparják a fürdőszobai csempét, de még a padló csempe fugái közül is eltávolítják a lerakódott piszkot. Azon kívül, hogy tényleg vannak ilyen kicsit elérhetetlenebb, hát a hölgy számára elérhetetlenebb helyek, ahhoz képest elég tiszta. Gábor 7 éve alapította meg a vállalkozását. Abból élnek, hogy magánszemélyek és cégek ingatlanjait takarítják. Azt mondja, idős embereknél sajnos láttak már sokkal rosszabb körülményeket, mint amilyenek Erzsi néni lakásában uralkodnak. Fekália szerteszét, tehát nem csak ott a illemhelyiségben, hanem bármerre, vizelet, benne a kanapéba. Hát ez igazából sajnos az van, hogy az embereknek a sorsa valahova ide vezet a legtöbb esetben, mert amikor már nem tud gondoskodni magáról, és hogyha tényleg nincsen családja, akkor ezek a helyzetek sajnos ezek eldurulnak. A takarító kommandó ezért néhány éve elindította a Tisztaságot a világnak nevű mozgalmát. Ennek részeként korlátozott számban egyedülálló, rászoruló emberek otthonait is rendbe teszik. Szándékosan olyanokat választanak, akiknek nincs a közelben rokona, mert ez szerintük elsősorban az ő dolguk lenne. Mindenképp szerettünk volna valami olyan dologgal a társadalom részévé válni, amivel segítünk olyan embereken, akik rászorulnak. Hogy tetszett megtalálni a takarító kommandót? A neten? Erzsi néni internetezik? Hogyne? Hát muszáj volt megtanulni, hát különben nem tudnék kommunikálni a gyerekeimmel. Na Miki, hogy haladsz? A csempét átmostam. Gáborék azt tapasztalják, hogy a szociális jellegű nagytakarításra óriási lenne az igény. Nyilván a mi lehetőségeink is végesek, mert hogy egyenlőre még ugye a saját pénzünkből csináljuk ezt, a bevételünk egy részét fordítjuk erre. Ez még egyenlőre egy ilyen gyerekcipőben járó dolog, de szeretnénk, hogy minél nagyobb lángra kapjon a mozgalmunk.
Szerencsére már vannak olyan önkormányzatok is, akik fizetnek a takarítókommandónak, hogy rendbe tegyék a területükön élő elesett emberek otthonát. Tetszik örülni, hogy itt vannak? Hogyne! Mondanám, hogy hálás is vagyok nagyon, de nem tudok mivel hálásnak lenni. Úgyhogy sajnos nem tudok semmit adni. A nap végére a kimosott függönyök is visszakerülnek a helyükre. Erzsi néni otthona ragyog a tisztaságtól. A takarító kommandó tagjai pedig azzal indulnak haza, hogy legközelebb egy másik rászoruló idős embernek is örömet okoznak majd a munkájukkal.